Szép jó estét mindenkinek, ez itt az LV426 Gaming csatorna, én Alien vagyok. Hurrá, 25-e van, és végre kijött a Friday 13th game következő úgymond értelmes frissítése. Nos tehát, ebbe a frissítésbe mindjárt be fogom nektek mutatni, mit is kaptunk. Megkaptuk a part 3-ból, elméletileg a csaj túlélt, ezt a Victoria Sterlinget. Ugye meg is keressük, na itt is van, látjátok, Victoria Sterling. És akkor ebből következően meg is mutatom, állítólag megjöttek ezek a perkek, amik úgymond biztosítanak egy pluszt, vagyis egy ilyen tuningolást, vagyis boostot valamelyik perk szinten. Próbáljuk megpörgetni egyet. Hoppá, látjátok, itt ki is írta, nem is láttam ezt még. Most jött ki a frissítés, most töltött el egy pár perce. Tehát azt mondja itt a játék, az 1 az a legbénább ugye perk, annak nincs értelme. A 2-es az common, a 3 az uncommon, a 4-es már rare, tehát az jó, az 5-ös az epic, és a 6-os a legendári. Látjátok, nekem többnyire vannak epic perkeim, de ezekben nem mindet használom. Sőt, elmondom nektek, én elbeálltam, hogy 3 perget használok, ezt a Sift adta, kert ugye amivel gyorsabban tudjuk a fegyvereinkkel ütni, 17%-kal gyorsabban. Ezt a Heavy Hittert használom még, ugye inközött, tehát ugye nagyobb mill damage-et viszünk be Jasonnek a baseball ütővel. És ezért szoktam még használni a Firecrackert, ami szintén egy epic perk. Egyből petárdával kezdek, és a bénítási rádiuszom az sokkal nagyobb, sokkal nagyobb körben stunolja Jason. 6. a legendári, nos tehát úgy hangzik elméletileg, hogy a legendári perkek azok ugye rózsaszínűek, vagy van egy olyan perk, ami, megnézzük, pörgetek is egy perket, van egy olyan perk, ami bír 3 plusz 1 tulajdonsággal, és ugye annak a plusz 1 tulajdonsága az legendári. Na nézzük ezt, hogy megy a valóságba, pörgessünk egy perket. Hátha. Nice cold perk. Dead body. És ez megy, ezt kaptuk. Tehát konkrétan ez nekünk már megvan. 43-as fair resistance-hal. Tehát annak az a lényeg ennek a perknek. Meglátszik halottat. Vagy a csapattársat, hogy meglátszik halottat. 43%-os elvállást biztosít a túlélőnek. Hát sajnos nem kaptunk legendárit, de itt nem fogok megállni, ugyanis ugye megkaptuk ugye nem csak a túlélőt, de szerintem ebbe adóan Roynak kinyét, hogy milyen le is fogjuk tesztelni. Roy, hol vagy? Na, látjátok, itt is van. Ahogy nézem, nem megkaptuk, hanem konkrétan lecserélték azt a kékes, kezdetleges skin egy szürkésebbre, amit mondtam nektek, ugye felhívták a több ilyen menete volt, felhívták a kosztümtervezőt a part résznél, és ugye megmondták, hogy milyen szín skálát vagy kombinációt játszottak el enni a Jasonnél. Na, tehát a perk is kikerültek, tehát tegyük vissza a jönnek is a perkjeit, lázottak a izével. De hát ezt csak vissza kell tenni. Akit a neki is lehet ugye ezek a véres dolgokat betenni, de hát szerintem... Nem, várjátok csak, nézzétek csak! Nem, akkor visszakaptuk az alap, tehát meg volt nekünk eddig is az alap. Az alap kékszín, amit csináltak a készítők, csak most kaptunk Royhoz egy ilyen szürkésebb változatot, mint ezt. Na, akkor mi is próbáljuk, mivel ugye ebből adóan ugye megjött a frissítés, dupla XP van. Tehát tudunk farmolni is a dolgokat. Nos, akkor nyomjunk egy offline play-t. Hoppá, egytök is megjöttek az egyszemélyes kampány kihívásai. Az lesz a következő, amit belekezdünk, de most ebben a részben szeretném nektek bemutatni ugye a frissítésnek a lényegét. Na, packnek small, természetesen is ugye Roy-jal fogunk kezdeni, mert őneki felavatjuk ezt az úgymond kosztümjét, amit ugye az a színész játszott, aki milyen évek kezelőtt meghalt, tehát az ő tiszteletére fogunk most egy kört játszani.
Ja, hát akkor megmutatok mondjuk nektek még egy olyan hírt, amit csak magas szintű tudtok kiunlokolni. Mondjuk legyen ez a szabadrugás, amit 11-esnek hívunk, a focisták legalábbis 11-esnek hívanak. Na, de leszünk, héten leszünk, és easy mode rakom. Reméljük, hogy az új túlélő, a csaj is benne lesz, hanem akkor majd egy másik kör elején reméljük, hogy benne lesz az új túlélő. Na hát akkor ez neked szól, Roy. Isten nyugasztaljon. Peknek Smal, a termékedre most csinálunk egy videót. A szegény színész azt hiszem, hogy hát nem pár éve, nem azt mondom, hogy hát egy jó pár éve megtalálom. Sötétebb az egész, tehát gondolom akkor az új update-tel, ugye ez a sötétebb engine is bejött motor. Na, hogy fölvettél késeit. Make them remember, Jason. Make them suffer. És nem tudom, mennyi értelme lett ennek az új engine-nek, hogy sötétebb lesz az egész. Nem tudom. Ja, és amit tudjátok, mi jött még? A grab. Nézzük csak meg. Na, látjátok? Fú, milyen messzire elérünk. Ez nagyon jó. De ez nagyon jó. Ez egy nagyon jó update. Végre az első olyan update ebbe az évben, ami... hát nem tudom, ez a sötétebb dolog, ez nekem annyira nem jön be szerintem, srácok. A világosabb rész sokkal jobb volt. Hoppá. Látjátok? A kombastánc is megváltozott. Hú, erre nem is gondoltam volna. Hát akkor jött a motor, és a combat stance is a játékkal. Na, ez rendes volt a készítőktől. Hoppá, és ráadásul ugye... Ó, kik van? Ó, látjátok? Ó, látjátok, nem szeretek kertségni. Mennyi pontot találom, nem? Ez így van. Na, hát akkor, igen. Egyszerre kettőt is megöltünk, és látjuk, hogy mennyivel több pontot is kapunk a játékra. Nem baj. Veszek a késeinket, úgyhogy most ebben a mai videóban ugye le fogom nektek, bemutattam ugye az új dolgokat. Hoppá, és látjátok, a kombás tánc is sokkal jobban nézett ki amúgy. Tehát Jason már nem az ajtót konkrétabban, nem az ajtó férfát ki, hanem pontosan az ajtóra rá. Ez így nagyon jó. Nem találtuk teljesen csak túlélőt. Hallottátok, gyorsan menjünk a telefonhoz. Csinálják a telefont. Nem is csinálták. Nem engedem nekik, hogy megcsinálják. Csapdát. Hát nem tudom, nekem srácok ez a sötétebb pályarész, hát nem tudom, annyira nem jön be. Ez csak az én véleményem, de a többi kisütés van a rendben. Próbáljuk elkapni az emberünket. Ja, és ugye ebből az a dolog, ugye azt is kell tudnotok, hogy a butoknak is a értelmi szintje is sokkal változott. Help me! Hoppá, hallottátok, hogy elkapta Izéról? Az igen. Az igen. Szépen elkerült. Hoppá, valamint bekapta a traktor. Ja, és ugye azt hallottam, most ez nem biztos, majd ezt is meg fogjuk nézni. Gyájtok az Eden Pelominónak is a... Hoppá, itt az új túlélő. Na most szépen lerúgjuk. Ez az, szépen megy le. Négy kész láb. Repüljön a... Repüljön a fejes. Na, milyen magas tőlünk, látják? They deserve to die, Jason. Make them suffer. Az új... új kivégzés, mert ez is a játékba jött. Ez a free kick, vagyis szabadrugás nevű kivégzés. De szerintem nagyon ott van szerintem. Eddig, amit itt látok alapján, a frissítés alapján,
Kerek, hát majdnem 8 GB-ot frissül a játék, azt kell tudnotok róla, 7,4 GB pontosabban, de amit műveltek a játék, az a baromi jó. Tehát, hogyha hallottátok, hoppá, legyen is találtuk, tehát ahogy elkapjuk az áldozatunkat, hallta egy ilyen új hangot, és hallgassátok csak. Hoppó, meg is vagy. Mit csináljuk vele? Szerintem mindig a falhoz is húszik fél. Nagyon jól lehet húszni a fél. Felé, fejét. That's my Jason. That's my special, special story. Szóval ez az új update nagyon rendben van, szerintem. Amennyit kaptunk és amennyit vártunk rá, szerintem ez kiárt már nekünk egy kicsit. Én úgy gondolom. És ugye nem 24-én jött az update, ugye, akik tudhatják, hanem 24-én, tehát késtek ugyanaz update-tel, de gondolom akkor több mindent hozott az új update. Úgyhogy az nagyon rendben van. Az új combat stance animáció, az új grab animáció, a pályának az engine-je, tehát a motorja is sokkal ilyen sötétesebb, ilyen darkosabb, moárosabb lett. De szerintem ez mind csak hozzá a játék élmény sikeréhez, úgyhogy tényleg le a kalappal a készítők előtt, hogy ezt így meg tudták csinálni. Hát ja, úgyhogy, és ugye azért trollján megyek, mert a színész tiszteletére meg fogom adni ezt a tiszteletkegyelmet, ugye az ő tiszteletére játszok ezzel a karakterrel. Nem a Pinehurst táján, de na, tényleg azért megérdemli a tiszteletkegyelmet, hogy ő, mert ugye nem Kane Hodder, de viszont Kane Hodder is, azt hiszem, is tudom, jó párszor játszotta a karakter szerepét, de egy rész volt, ugye a part 5-ös, akit egy ilyen kis cartoon Jason-t választottak, és ugye neki volt az érdekessége, hogy ő folytatta azokat a gyilkosságot, amit Jason elkezdett az előző részekbe. És amikor Jason ugye a föld alatt pihent, ő mint mentős, ő bújt állarc mögé, és ő nyírbálta a túlélőket. Tehát konkrétan rettegésbe tartotta azt a helyszínt, azt a kristálléket, kristálytót, ahol a mészállások elkezdődtek. Úgyhogy tényleg minden tiszteletem a kinészé. Te most meghalsz szépen, amit ketten is voltak. Na, az animáció is megmaradtak. Na volt már, de azt nézem, hogy látjátok, hogy a petárda animáció sok változott. És mondom, az egész a ének a felső. Stop! Jó. Várj, és kaptuk. Csak megtapossuk szépen. Is van, pihenjél szépen, ne? Don't stop, Jason. They deserve to die. Make them suffer like we did. Tényleg, ez amit itt csináltak a készítők, csak 80 fejlesztik a játékot, de azért le a kalappal előtt így megcsinálták. És az új túlélőt is ugye beletették, tehát ugye meg is ígérték, hogy ezt a part 3-as részből, ezt a Victoria Sterlinget vele is teszik, úgyhogy tényleg le a kalap előttük, minden tiszteletem a na, viszont folyam, most öldöpészünk egy kicsit. Tehát mennyi van még? Pont az a Deborah kimaradt már csak. Jáncsi voltam. Úgyhogy, ja, úgyhogy meg kell keresni őt is. Ha, várjátok, csak ott megy, látjátok? Nagyon el akar bújni. Jó. Úgyhogy tényleg ez a combat stance animációs egyszer jó rám. Nem van sérülve ő is. Nem tudom felkapni. Húha, mi lesz most veled öreg? Mit csináljunk veled? Na, téged is megtaposunk. Hogy jól legyen.
Na, szóval ennyi lett volna már csak a frissítés beígérkezett. Special 7,4 darab kellett. Kaptuk egy kosztümöt Royhoz, egy új túlélőt. A legendári perkeket, ha kihúzzátok, ugye, akkor 3 plusz egy képessége lesz a perketeknek. A túlélőkhöz kaptunk Eden Palominózájtok egy új beállást, ezt akartam, csak pont belekezdtem. Hoppá, és látjátok, mennyi XP-t is kaptunk. Úgyhogy szerintem ezt most lehet folytatni szépen ezt az XP farmot. Úgyhogy én ilyen voltam, ez itt az LV420 Gaming csatorna. Sziasztok, a következő menetkor ismét egy Jason-t fogunk tesztelni. Azt, hogy melyik az legyen meglepetés. És a továbbiak pedig tartsatok velem, és kipróbáljuk a frissítés minden egyes mozzanatát, és belekezdünk a single player challenge-ekbe, vagyis kihívásokban, amik aztán, hogyha megcsinálunk, akkor elméletileg a multi részbe kapunk különféle ilyen emotokat, mondjuk nem egy nagy rész, de szerintem egy szép lesz csak a készítőkt, hogy húzva megkapjuk a ilyen extra kis easter egg-nek vagy tartalomnak, hogyha megcsináljuk a challenge-eket, akkor ugye kapunk ilyen különböző animációkat, amit karakterre tud csinálni. Sőt, még megfelelően már még egy kis bejelentéssel az egészet. A készítők bejelentették, hogy az egyszemélyes kiállás lévő kivégzések, azok jönnek majd a multi részbe is. Szóval tartsatok velem, és akkor mindenről értesülni fogtok. Sziasztok, én Érjen voltam!